Ma a Szlovéniába látogatott az Ökumenikus Segélyszervezet magyarországi küldöttsége, tagjaként Lévai Anikó, valaki a segélyszervezet jószolgálati nagykövete. Nem először jár itt, és nem is először vállal önkéntes feladatot. Csókolom, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Hosszú volt a mai program, jártak Muraszombaton is, és régóta figyelemmel kíséri, akár itt a szlovén-osztrák határon történteket. Mit tesz a jószolgálati nagykövet, miben számítanak az ön közreműködésére, segítségére? A segélyszervezet önkénteseként általában sok rétű feladatot szoktam ellátni. Az évek során kialakult már az, hogy ki mihez ért, és azt a feladatot bízzák rá. Most egy olyan munkát készítettünk elő, hogy itt a menekülttáborban azokat a gyerekeket, akik itt átvonulás alatt megállnak néhány órát, minél hát barátságosabb környezetbe tudjanak egy kicsit pihenni. És játékokat, gyerekjátékokat, rajzeszközöket, egészségügyi ellátásukhoz szükséges dolgokat hozzunk. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkájára most Magyarországon nincsen szükség, itt viszont Sentinél annál nagyobb. Miért a nőket és a gyerekeket választották, akiknek segítenek? Bocsánat, a mi munkánkra sajnos nagy szükség van Magyarországon is, de nagyon sokrétű munkát végzünk el, tehát ez a mi tevékenységünknek csak egy szeletét jelenti, úgyhogy az év 365 napján azért nekünk van a saját intézményeinkben otthon bőségesen munkánk, de igyekszünk azokat a tapasztalatokat átadni a szlovén kollégáknak, amit az elmúlt évek során Magyarországon vagy a világ más pontjain szereztünk. Itt elsősorban az evangélikus egyházzal működünk, egyet azokon keresztül képeztük ki az önkénteseinket, és ahogy itt tetszenek látni, 4-5 olyan munkás dolgozik, akik váltott műszakban, mindig amikor érkeznek a gyerekek, akkor a gyerekeket, illetve az édesanyukat fogadják itt ebbe a sátorba. Az ön számára ez az önkéntes vállalás, ez a segélyszervezeti munka miért fontos? Mi a belső indítatás? Hát nézem, aki egyszer ezt ebbe a ennek a kocsi rúdjához odaáll, azt hiszem, hogy soha nem fogja ott hagyni, és húzni fogja ezt, mert az ember érzi, hogy mindig vannak olyan feladatok, amik az túlzás lenne azt mondani, hogy nélküle nem menne, de mégis valamihez hozzá tud tenni, valakinek tud segíteni, és ezt egy közösségben végezzük, nagyon jól képzett munkatársak között. Én magam részéről nagyon sokat tanultam, sokat láttam. Az ember, ahogyha olyan helyzetben van, hogy kicsit elégedetlen a saját sorsával, akkor nyomban van mihez hasonlítani, és akkor könnyebben lesz elégedett is. És ez a munka olyan, hogy ez egy jutalom nem jár, be az a jutalom, hogy végezhetjük. És azt is meg kell tapasztalni, hogy itt mi a munkánk során, most teljesen mindegy, hogy Magyarországon határon túl, vagy egészen távoli földrészen végezzük ezt a munkát. Itt mindig az egyes embernek segítünk. Az egyes embernek, vagy egy kisebb közösségnek, nemre, fajra, nemzetiségi vagy vallási hovatartozás nélkül próbáljuk úgy végezni a munkánkat, hogy nagyon sok mindenre oda kell figyelnünk. Az életkorra, egészségi állapotokra, vallási érzékenységekre, és arra is oda kell figyelnünk, még akkor is, hogyha a munkánkhoz támogatásunkat kérjük, hogy az egyes embereknek a kiszolgáltatott helyzetét sohasem használjuk föl, még akár egy fotó erejéig sem arra, hogy ezzel több támogatót gyűjtsünk. Tehát ilyen értelemben mondjuk konkrétan a jogi tudást is föl lehet használni, tehát nincs olyan szakterület vagy munka, aminek a tapasztalatait itt a segélyszervezetnél az ember ne tudná kamatoztatni. Most ide Sentinybe sem jöttek üres kézzel, mit hoztak? Hát elsősorban a gyerekjátékokat, kis széket, kis asztalkákat, ahol a gyerekek le tudnak ülni, rajzeszközöket és néhány egészségügyi felszerelést. Lévai Anikó, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Most ebben a pillanatban itt a sentinyi táborban nincsenek bevándorlók, nincsenek migránsok, de az a tapasztalat, hogy egyre több asszony és egyre több gyermek érkezik, tehát szükség van a játékokra, és szükség van erre a fajta segítségre, amit az Ökumenikus Segélyszervezet nyújt.